Üdvözlünk a RichClub.hu csatornáján! A YouTube gyors növekedésének köszönhetően sokan gazdagodtak meg. Vannak, akik dollármilliókat kerestek a platformon, vannak, akik pedig pont annyit, amivel ott hagyhatták az állásukat, és most sokkal szabadabban, mint korábban, gyakorlatilag a hobbiukból élhetnek. Nem mindenkinek jön be azonban a platform, sok sikertelen próbálkozást láthatunk már a berobbanásra. Eközben a tévécsatornák igencsak izgulhatnak a hosszú távú jövőjük miatt. A legtöbb tévés szereplő vagy műsorvezető már aktívan építi a saját csatornáját, a 18 éven aluljak pedig jelentősen többet néznek YouTube-on tartalmakat, mint a tévében. Emellett az idősebb korosztályok körében is gyorsabban növekszik a videó megosztó és a streaming platformok népszerűsége is, miközben a televízió nézettsége folyamatosan csökken. Ennek több oka is van, de az egyik legfontosabb az okostelefonok elterjedése, és vele együtt a közösségi oldalak népszerűségének növekedése. Az internet segítségével szinte bárki tartalomgyártóvá válhat, hiszen már nincs másra szükségünk, csak egy telefonra ahhoz, hogy feltölthessünk egy videót. Pontosan emiatt váltak nagyon sikeressé olyanok, akik lehet, hogy be se kerülnének a televízióba, mert szerkesztők unalmasnak gondolnák azt a tartalmat, amit előállítanak. Sok toplistás, teljesen hétköznapi ember, aki mellett simán elsétálunk az utcán úgy, hogy még csak nem is gondolnánk, hogy több 10 millió követik őt. Itt mindenki kap egy lehetőséget, és mi olyanokat mutatunk most be, akik éltek is ezzel. Mivel a YouTube-on sokkal inkább jelen van a fiatalabb korosztály, sokak számára érthetetlen módon játékbemutató videók vagy mesék érnek el gyakran akár több százmilliós nézettséget. A toplistákon is van olyan szereplő, aki a 12 év alatti korosztály számára gyárt tartalmat, és mégis több millió dollár bevételt termelt 2018-ban. A youtuberek számára a bevételek forrása végtelen, de a márkákkal való együttműködés, a saját márka és a magas nézettség termelje legtöbb pénzt a toplistás videósok számára. A merchandise termékek kiemelkedően fontos bevételi forrásá váltak a digitális celebek számára. A toplista összes szereplőjének van saját ruhamárkája, ami a top 10 bevételeinek 42%-os emelkedését jelentette egy évvel ezelőtthöz képest. Megmutatjuk most azt a 10 youtubert, akik a legtöbbet keresték 2018-ban. 10. Logan Paul, 14,5 millió dollár. 2018. januárjában a 23 éves youtuber, az idősebb Paul testvér kikerült a YouTube Partner programjából, ami magasabb jutalékot biztosít a csatorna tulajdonos videóin megjelent hirdetések után. Ez annak az esetnek volt köszönhető, amikor a japán útja során egy fán logó holttestet videózott le, majd töltött fel az egyik napi vlogjában. Ez volt a YouTube történetének egyik legnagyobb botránya, amiért Logan Paul azóta többször is bocsánatot kért. A videóiból származó bevételek beszakadtak, és Logan nem is videózott egy ideig, azonban a merchandise termékekből származó jövedelme megmaradt. Többek között ezek az indokok magyarázzák, hogy ismertség ellenére nincs előrébb a listánkon. 9. PewDiePie, 10,5 millió dollár. A T-Series-zel folytatott küzdelme rengeteg új feliratkozót és nézőt hozott neki, és lassan átlépi a 100 millió feliratkozós álomszámot. Sikerült túllépnie az antiszemita tartalmak miatt kirobbant botrányain, és könnyedén elkérhet 450 000 dollárt egyetlen szponzorált videóért. A magas feliratkozó száma miatt a legtöbben az első helyre várják, azonban üzleti szempontból nem használja ki annyira a lehetőségeit. Minimális együttműködést vállal, és a ruhamárkájának népszerűsítéséért se dolgozik túl keményen. Bevétele ezen kívül csak a YouTube-ból származik, de valószínűleg senki se keseregne, hogyha csak ennyit keresne egy évben. 8. Jacksepticeye, 16 millió dollár. Írország legnépszerűbb youtubere gameplay videókkal robbant be a köztudatba. Olyan sikeres, hogy külön sorozatot készített a Disneyvel és saját streaming platformot fejlesztett a Twitch-sel. Természetesen neki is vannak saját merchandise termékei, amik igencsak kelendőek. 7. Vanos Gaming, 17 millió dollár. A kanadai gamer olyan játékokkal játszik, mint a Call of Duty vagy az Assassin's Creed. A játék mellett hip-hop karrierbe is kezdett, ami még nem hozta meg a gameplayekhez hasonló sikert. 6. Markiplier, 17,5 millió dollár. A hawaii származási youtuber éjjel-nappal a PS4-en játszik. Úgy tűnik megérte a befektetett energia és idő, hiszen körbe turnézta Észak-Amerikát, együttműködik a világ legnagyobb cégeivel és nemrég saját ruhamárkával is előrukkolt, amiket külön gamerek számára készítenek. 5. Jeffree Star, 18 millió dollár. A sminkművész a MySpace óta ismert szereplője az internetnek. Azóta a YouTube-on kezdte csak el a beauty vlogger korszakát. Saját sminkmárkája, a Jeffree Star Cosmetics 100 millió dollár értékben adott el szemhéjfestékeket, rúzsokat és egyéb szépségápolási termékeket az elmúlt évben. 4. Dan TDM, 18,5 millió dollár. Daniel Middleton egy brit gamer, aki leginkább Minecraft-tal foglalkozik már közel 6 éve. Szintén turnézik és saját ruhamárkája is van, amiben hátizsák, baseball sapka és pulcs is található.
harmadik Dude Perfect 20 millió dollár. Az öt tagból álló csapat leginkább Nerf pisztoly segítségével készít hihetetlenül látványos videókat. De olyan anyaguk is van, amiben egy pingponglabda útját követhetjük végig. A csapat. Kobe, Corey Cotton, Garrett Hilbert, Cody Jones és Tyler Toney már több mint 40 millió embernek gyárt tartalmat a YouTube-on. Második Jake Paul 21,5 millió dollár. Ebben a versenyben bizony a fiatalabb testvér győzött. Karrierje legjobban jövedelmező évét tudhatja maga mögött. Repzenéjének videóklipjeit és prank videóit több mint 3,5 milliárdszor nézték meg. Testvérével együtt mindketten sokat kerestek a rivális youtuberek ellen rendezett boxmeccseken is, amiknek a stream közvetítéseit csak pénzért cserébe lehetett megnézni. Első Ryan Toys Review 22 millió dollár. Ryan, mint minden 7 éves, imád játszani. Legózik, vonatozik és autózik, csak éppen őt közel 20 millióan nézik. Hihetetlen nézettségi számai mellett rengeteget keresett saját márkás játékaival, amelyeket a Walmartban lehet kapni. Olyan elképesztő méretű piac az, aminek tartalmat gyárt, hogy a legnézettebb videóját már több mint 1,8 milliárdszor nézték meg. Ezek az összegek hihetetlennek tűnnek, és valóban nagyon meggazdagodtak belőle a vloggerek. Azonban ez az összeg természetesen nem a tiszta nyereségük. Nem szabad elfelejteni, hogy a videók elkészítésének vannak költségei, amiket általában a youtuber fedez. A saját márkákat általában külső cégekkel hozzák létre, így nem a teljes bevétel marad náluk. Minden kiadás és az adók levonása után körülbelül az említett összeg 50%-a marad a tartalomgyártók zsebében. Ti melyik youtubereket követitek itthon vagy külföldön? Mit néztek gyakrabban, YouTube-ot vagy TV-t? Szerintetek csak hirtelen felhájpoltak a csatornák, vagy 10 év múlva is jelentős követőbázissal fognak rendelkezni a toplistások? Köszönjük, hogy végignéztétek a videót, ha érdekesnek találtátok, kérünk titeket, hogy iratkozzatok fel a csatornánkra, és kövessetek be minket Instagramon és Facebookon is, hogy ne maradjatok le a következő videónkról sem. Weboldalunkon a richclub.hu mindig mindenben a legjobbról, vagy éppen a legdrágábbról számolunk be nektek. Köszönjük, hamarosan újra találkozunk!